Vastag téli ruhákat akasztottak nagybányán a Mária királynő liget fáira, a padokra, a máramarosi diák önkormányzat képviselői, a város diákjai. A ruhák mellett üzenetet is hagytak, hogy ösztönözzék a rászorulókat, hogy az ott hagyott ruhákat nyugodtan vegyék el. Az ország és az európai nagyvárosok mintájára a máramarosi diákok is a hajléktalanok segítségére siettek. Értesítettük a kollégáinkat, a tanárokat és minden olyan személyt, aki a mi tervünkbe akart bekapcsolódni. Különböző ruhanemű gyűjtöttünk össze, amit a hajléktalanok rendelkezésére akartunk tenni. Vallotta Medzák Nikolaj Anda, a megyei diák önkormányzat elnöke. A ruhák mellett üzenetek így szóltak, ha elzsibbadtál a hidegtől, vegyél magadra, hogy melegítsen. Jackiktől pulóverekig és meleg blúzokig, sínadrágig mindent sikerült összegyűjtenünk, főképpen olyan ruházatot, ami a hideg téli időszakban hordozható, tette hozzá Medzák Nikolaj Anda, a megyei diák önkormányzat elnöke. A máramarosi diákok másnap leellenőrizték, milyen sikerrel járt a tervük. Boldogan vették tudomásul, hogy szinte az egész ruhákat elvitték a rászorulók. Medzák Anda, a terv kezdeményezője reméli, hogy más megyei diákok is példát vesznek, és a hajléktalanok segítségére jönnek.